Szeretettel köszöntöm a nézőket. A Szent Miséről szóló sorozatunk második alkalma során, amelyben a Szent Misét mint hálaadást tekintjük, mivel a görög szó is éppen ezt jelenti, eukarisztia, hálát adni valakinek, hálát adni valamiért. Ferenc pápa a Szent Misét a hálaadás legnagyobb fokának tekinti, amellyel a hívő ember kimondja örömét, kimondja háláját az Istennek életéért és mindazért, amit kapott tőle, akár anyagi, akár szellemi vonatkozásban. A keresztények 2000 év óta a hét első napján, vasárnap jönnek össze, hogy hálát adjanak Istennek, éppen a Szent Mise által, vagyis Krisztus áldozata által. Nem csak a hívő, hanem a közösség fordul Istenhez. Ebben a magatartásban ott lehetnek az énekek, ott lehetnek a dicséretek, ott lehetnek egyéb gesztusok, amelyek kifejezik, hogy örömteli lélekkel vagyunk az Isten színe előtt, és hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, őt követjük, aki mintegy 2000 évvel ezelőtt az apostoloknak az utolsó vacsorán, az első szentmise során, a kenyérben és a borban önmagát nyújtotta át. Ő ad hálát voltak éppen a mennyei atyának, és mi is általa tudunk csak a legtökéletesebb módon hálát adni Istennek, mint azért, amit kaptunk tőle. Elsősorban ez a megváltás, mert Jézus keresztáldozata által megszabadított bennünket a bűntől és a haláltól, és megajándékozott azzal az örömmel és azzal az élettel, amelynek a jelzője az örök. Ezért kell tehát hálát adni, és hogy ez a hála folyamatos legyen, az egyház újra és újra meghívja gyermekeit a szentmisére, elsősorban a vasárnapi szentmisére, de hogyha valaki még inkább el akarja mélyíteni ezt a háladást, minden nap részt vehet az eukarisztián, a háladás szertartásán, Krisztus keresztáldozatának a megújításában, vagyis a szentmisén. A rendszeres szentmisén való részvétel tehát az ember legszebb magatartása az Isten felé, amely megnyilvánulhat, hiszen teremtmények vagyunk, és a Teremtőnek ki kell fejezni a hálánkat. A közösségben bemutatott hálaadás pedig, mint egy felemeli lelkünket a mennyei Atya felé, és a Szentlélekben újongó örömmel dicsérhetjük az Istent. Adhatunk hálát neki minden jótéteményéért.